Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit szeretne közölni veled, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ő most itt van az utak előtt, és az azt jelenti, hogy döntéseket hoz. Elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt az utak alatt megjelennek a halak, és ezek jelentik az anyagiakat, vagy a munkáját. Ez lehet egy munkahelyi változás is. És itt a közelben megjelennek a könyvek, ez jelentheti azt, hogy megvan nála a tudás, a tehetség, de ez jelenthet egy tovább képzést is. A halak gyakran a belső értékeket jelenti, és akkor az azt közli veled, te értékes vagy számára. Lehet, hogy olyan barátilag közeledik hozzád, de vannak vágyak, remények, álmok, hiszen itt a lilium ezen a kártyán jelenti a szexuális kapcsolatot is. Tehát itt nem csak barátságról van szó, hanem megvan nála ez az elképzelés is. Az lehet, hogy kicsit olyan zárkózott, de lesz itt közeledés, azon kívül egy jó hír. Lehet, hogy úgy barátilag, vagy beszámol a munkájáról, az anyagi helyzetéről, de tervez valamit, és ez itt, ez az utazás. Ez lehet külföldi kapcsolat, vagy egy nyaralás tervezése, de ez az út lehet egy belső út is, vagy egy spirituális terület, és akkor az összefüggésben áll a munkájával, és itt tanul még valamit, de ez lehet egy belső út, egy lelki út is, egy kármikus kapcsolat, hogy ismeritek egymást a korábbi életetekből, és ő visszatért hozzád. Légy magabiztos, hiszen ez a hölgy átnyújtja számodra a kulcsot, és ez a kulcs jelenti a magabiztonságodat. De ezt a kulcsot te is használhatod, hiszen itt lezárhatsz valamit, vagy kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, egy új út, egy új irány, és amit a könyvek még jelenthetnek ebben az esetben, hogy sokat tanult a múltból. Ami még fontos, amit szintén közölni akar veled, itt ez a kutya nem csak a barátságot szimbolizálja, hanem a hűséget is, hogy ő hűséges hozzád. És kettőtök között itt kinyílik egy új ajtó, tisztázódik valami, azon kívül ez az út lehet egy közös életút is. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel.